A Sátoraljaújhelyi járásban a fűzéri önkormányzaton kívül valamennyi település átadta az általános iskolák működtetésének jogát az államnak. Így a Sátoraljaújhelyi tankerületben három összevont intézmény 15 általános iskolájának a Klebersberg intézményt fenntartó központ lett a fenntartója és működtetője. Az általános iskolák mellett januártól a pedagógiai szakszolgálat, valamint a Sátoraljaújhelyi uszoda és sportcsarnok is ide tartozik. A tankerületben a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc általános iskola összes tagintézményével a tanuszoda és a sportcsarnok került átadásra. A Hegyközi általános iskola az összes tagintézményével, itt Hollóháza, Fűzér, Komlós, Fűzér, Kishuta, Kovácsvágás tartozik hozzánk, és jelenleg még a pedagógiai szakszolgálat Sátoraljaújhelyből. A tankerület a polgármesteri hivatal D-épületében kapott helyet, innen irányítják, működtetik a Sátoraljaújhelyi járásban lévő állami általános iskolákat. Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok bérétől az iskolák fűtéséig minden a tankerületen keresztül történik. A januári átvételt az iskolások és szüleik nem érzékelték, a tanév közepén semmilyen változást nem kezdeményezett a központ. Jelenleg a tankerület készíti elő az új pedagógiai programokat és a beiratkozást is. A működtetésben ugye az összes anyagi költségek, minden, ami ide tartozik, akár a számlák fizetése, hogyha bármi beruházás lenne szükség, vagy karbantartásra, a fenntartás pedig a szakmai dokumentumok, a szakmai vezetés, az áttekintése az intézményeknek, tantárgyfelosztás jelenleg még, ugye most per pillanat a pedagógiai programok, alapdokumentumok átdolgozása, és ezeknek a koordinálása, ellenőrzése a feladatunk. Az állami irányítás alá vont iskolákban az idén először egységesen jelölték ki a beiratkozás időpontját országosan. Így azok a szülők, akik Sátoraljaújhelyben a tankerülethez tartozó valamelyik iskolába szeretnék beiratni gyermeküket, április 8-án, illetve 9-én tehetik ezt meg.